Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy miért tanultok itt? Nincs jobb hely. Nincs jobb hely? Pont azt beszélgettünk, hogy itt a hogyan kapjuk meg. Tehát itt vannak hogyanok? Tehát nem csak az van, hogy itt vagy A-ban és juss el B-be. Azt is sokat hallottam sok helyen, hogy van egy A, ez nem jó ez az A, B-be kellene lenned, de hogy jut el az ember a B-be, az nem egy egyszerű dolog. Én meg kifejezetten szeretek avval foglalkozni, hogy juss el B-be. Jó, tehát bárkinek eddig az elmúlt több mint egy évtizedben problémája volt bármivel, nem volt olyan, hogy ne lett volna megoldás, és ne lett volna hogyan, hogy hogyan jusson oda el a megoldáshoz. És ugye az elmúlt 12 évben az ember élet és az ember is az élet működésével kapcsolatban hát nagyon sokan feltettek mindenféle kérdést, és nem volt olyan kérdés, amire ne tudtam volna a választ mondjuk pár percen belül megadni. Tehát az ember és az élet működésével. De természetesen olyan dolog, aminek simán utána lehet nézni, az egy más kérdés. Tehát itt elsősorban nem olyan dolgokról van szó, ami a válaszoknál, ahol az ember simán utána tud nézni dolgoknak, mert sok esetben hát nem tud az ember utána nézni. Például olyan dolgoknak sem tud az ember utána nézni, hogy a világegyetemben hogy alakult ki az egész világegyetem. Tehát a tudósok sem tudják ezt, én meg ezt simán tudom tanítani, hogy az egész világegyetem hogyan alakult ki. Az első kiindulás ponttól. Pedig erről az életben soha nem hallottam semmit földi embertől, hogy van ez. És teljesen logikus az egész, ahogy elmagyarázták nekem. Szellemlények, milyen szellemlények? Hát ugye, ha egy ember jó állapotban van, akkor jó állapotú, tehát jó rezgésű szellemlényekkel van kapcsolatban. Ha nem elég jó állapotú, akkor kevésbé jó állapotú szellemlényekkel van kapcsolatban. Tehát ha kapcsolatban van, természetesen ez a kapcsolat mindenkinek megvan egyébként, csak kérdés az, hogy ez a kapcsolat élő-e. Tehát ez egy olyan kapcsolat, mint hogy hordod a mobiltelefonodat, de éppen nem telefonálsz, de attól a mobiltelefonod kapcsolódik egy adóvevő állomáshoz. Na és te is egy adóvevő állomáshoz fő vagy kapcsolódva, csak nem biztos, hogy beszélsz azon a, kommunikálsz azon az adóvevő állomáson. És hát ugye vannak a Földön olyan emberek, akik képesek arra, hogy kommunikáljanak, de egy kérdés van, hogy vajon milyen rezgésű lényekkel kommunikálnak, vagy lényel kommunikál az az adott illető. Ugye ez a kulcskérdés. És hát miért mondom, hogy ez kulcskérdés? Mert ezen a bolygón rengeteg nem ember, hanem akit mi isteneknek nevezünk, lény fordult meg az elmúlt évmilliók során, hiszen emberiség ezen a bolygón van 1,5 millió éve, nem feltétlenül ugyanez a típusú emberiség, mint mi vagyunk, mert ugye ez a 7. emberiség ezen a bolygón 1,5 millió év alatt, és
Hát a másfél millió év alatt itt rengeteg olyan lény lejött, amely sokkal magasabb fejlettségi szinten volt, mint az adott emberek, vagy mint a mostani adott emberek, és hát azok nem egyforma rezgésűek voltak, hanem különböző rezgésűek, és ha egy kicsit ugye érdekelt az ilyen mitológia, akkor a mitológiában rengeteg isteni eredetű névvel találkozol itt az elmúlt időszakokban, de hát ugye jellemzően az elmúlt 4-5-7 ezer év van a mitológiában megjelölve arra, hogy milyen isteni lények jöttek le a Földre, és gondoljátok végig, hogy mennyien lehettek azok, akik az elmúlt másfél millió évben lejöttek a Földre és itt valamit ügyködtek. De ugye van egy 13. század, ahol egy óriási változás történt a Föld történetében, és ebben a 13. századtól hát nem jöhetnek csak úgy, mint előtte, hanem nem jöhetnek egyáltalán. Tehát itt nem csinálhatják azokat a dolgokat, mint azelőtt, hogy na most lejött egy isteni lény, és akkor emberek csapatát gyűjtötte magához, és utána kialakított mondjuk egy vallást, és azóta is űzik azt a vallást például az emberek. De a 13. század óta nincs ilyen, hogy lejött egy isteni lény, és akkor létrehozott egy vallást az emberek között, és akkor az emberek tovább vitték azt a vallást. Tehát azért azóta egy kis változás történt a Föld életében, mert akkor történt egy tulajdonosváltás a naprendszerben, és ezáltal a Föld is más uralom alá került, mint előtte volt, de én azt mondanám inkább ez az uralom, hogy ez az olyan csúnya szó, inkább azt mondom, hogy tulajdonos. Jó, és itt tulajdonosokról beszélünk, és nem egy tulajdonosról. De van olyan, hogy egy Isten, de az az egy Isten az a világegyetem kiinduló pontja, mint értelmes lény. És ugye ő az a lény, amely valamilyen szinten a rezgés által kapcsolatban van mindenkivel, de az nem azt jelenti, hogy kontrollálja is a lényeket. Ugye a kontrollálás az mit jelent? Az azt jelenti, hogy elindítja, mozgásban tartja, megállítja. Tehát ezt nem ő csinálja, de a tudást azt a rezgésen keresztül gyűjti magába. És ezáltal a világegyetemben a legnagyobb tudással rendelkező lény, ugye az a teremtő lény, akiből származnak az értelmes lények, és amely energiája benne van az anyagban is. Tehát még az anyag is valamilyen szinten hozzá kapcsolódóan jöhetett létre. Szóval lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek ezen a Föld nevű bolygón, és azt gondoljuk, hogy az életünk arról szól, hogy minél több anyagot gyűjtsünk össze. Ez most, hogy ez az anyag milyen formában gyűlik össze, hogy pénzformájában gyűlik össze, vagy más formában, ez ebből a szempontból most részletkérdés, mert a pénz is anyag, még akkor is, ha az virtuális pénz, oké? És ugye az emberek azt gondolják, hogy hát ezt a pénzt, ha már megteremtették, vagy szóval az anyagot megteremtették, akkor élni kell vele. Tehát úgy értjük ezt, hogy körülnézel, és azt látod, hogy az emberek alig várják, hogy mondjuk jöjjön a hétvége, nem?
és akkor jaj de jó, nem kell dolgozni alapon, elmennek mondjuk nyaralni, kirándulni, stb. Stb. Télen telelni, tehát lényeg az, hogy, hogy kikapcsolódni abból, amit csinálnak. Na most én annak idején azért választottam azt a szakmát, amit választottam még ugye gyerekkoromban, mert az nekem jónak tűnt, és elkezdtem csinálni, mikor elvégeztem az iskolát, és szerettem csinálni. Ez autószerelés volt, és szerettem autószerelőként dolgozni. Hát nem túl sokáig, mert pár évig szerettem. Közben letettem a mestervizsgát is, mert hogy majd maszek leszek, de lehetőségem se volt arra, hogy maszek legyek, hiszen már akkor több millió forintba került volna egy autószerelő műhely létrehozására, már akkor. És lényeg az, hogy hát akkor volt egy, mit tudom én, egy csápos emelő 600 ezer forint. Akkor. Mikor? Ez 80-as évek. Oké? Szóval a lényeg az, hogy, hogy ugye esélyem se volt arra, hogy én autószerelő legyek, de pár év alatt meguntam, tehát mindig nyakig olajos volt az ember, érted? Hát nem egy tiszta munka, meg nem egy, egy olyan munka, amit, amit hosszú távon én szerethettem volna, és én úgy voltam vele, hogy váltottam. Nem úgy váltottam, hogy hirtelen, hogy abba hagytam és úgy kezdtem egy újat, hanem én mindig átmenettel váltottam, vagy majdnem mindig átmenettel váltottam. És ez azt jelenti, hogy, hogy elkezdtem olyan dologgal foglalkozni, amit jobban szerettem. És ha az ember elkezd olyan dologgal foglalkozni, amit jobban szeret, az kevésbé un meg. Majd utána elkezdtem olyan dologgal foglalkozni, amit még jobban szerettem. Érted? Majd utána elkezdtem olyan dologgal foglalkozni, amit még jobban szerettem. Tehát én nem úgy voltam, mint a legtöbb ember, hogy megragadtam annál, amit nem szeret, és örül abból, hogy kikapcsolódik. És arra szolgál a pénze, hogy kikapcsolódjon abból, amit csinál. Én megtaláltam azt a foglalkozást, amit én szívesen csinálok bármilyen kikapcsolódás helyett. Érted? De kérdezem én, nem ez lenne mindenkinek a normális? Hogy olyannal foglalkozzon, amiből nem akar kikapcsolódni? Csak azért, mert nézed az embereket, és azt látod, hogy itt a hétvégén kiürül a város, nem? Mert mennek ide-oda, amoda kikapcsolódni. Hát az ember szeret valamit csinálni, akkor abból miért kellene kikapcsolódni? Érted? Hát mert nyilván nem arról szól a történet, hogy felkelsz reggel, és akkor lefekvésig ugyanazzal foglalkozz. Hát nem erről szól a történet. De arról szól a történet, hogyha akarod, sokáig csinálod, akarod kevésbé sokáig, de nem unod meg. Érted? És én ugye szépen az anyagból, mert hát az autószerelés az tisztán anyag, az autó az tiszta, az autónak nincs lelke, az tiszta anyagból áll. Tehát ugye én avval kezdtem az életemet, a felnőtt életemet, hogy az anyagot megjavítsam. Most azzal foglalkozok, hogy a lelket megjavítsam. Érted? Ugyanis az ember egy kicsit más, mint az autó, mert az embernek van lelke, és ha az ember teste nem jól működik, akkor azért nem jól működik, mert a lelke nem jól működik. Értitek? És ha a lélek meggyógyul, akkor meggyógyul a test is. Ami azt jelenti, hogy az illető, ha beteg, kigyógyul a betegségéből, ha a lelke meggyógyul. Ha nem beteg,
és a lelke egészséges, akkor nem lesz beteg. Érted? De az anyagot hiába gyógyítod meg, mert az anyagnak nincs lelke, az anyag az egy idő után elromlik. Érted? Tehát egy autót is akármennyire megjavítanak, vagy akármilyen jónak csinálnak, egy idő után elromlik. Mert anyag. De az ember úgy működik, hogyha a lelke rendben van, akkor az az anyag, amiben az a lélek van, amit úgy hívnak, hogy test, az nem romlik el. Érted? Öregszik, mert ugye öregszik, de nem romlik el. Tehát én láttam ilyet, ugye én 50 évvel ezelőtt még gyerek voltam, és gyerekként láttam azt, hogy például mondtam én, a nagyapám az még 80 évesen kaszált, érted? És nem panaszkodott arra, hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj, érted? Nem volt ilyen panaszkodás. Volt a másik nagyapám, az ugye a második világháború, az két világháborút megjárt ember volt, és hát a második világháborúban golyót kapott a lábában, és ezáltal ugye bottal járt, és ugyan csoszogva tudott menni, de sosem panaszkodott arra, hogy itt fáj, ott fáj, ott fáj, érted? Ő is 87 évesen vagy hogy halt meg. Tehát szóval a lényeg az, hogy rendben volt a lelkük, érted? És ezáltal hiába voltak öregek, nem voltak betegek. Ugyanez ott nagymamám, nagymamám meghalt 94 évesen, 87 évesen comnyaktörést kapott. Azt mondták, valószínű föl se tud kelni. Két nap múlva kiment a WC-re a saját lábán járókerettel. Érted? A műtét után két nappal. És 87 éves korában még, vagy mit tudom, rá egy évre egy másik lábán is kapott egy comnyaktörést, két lábán abból is kijött, érted? És még élt 94 évesig, úgyhogy gyakorlatilag, mit tudom én, nem pisilt be, nem kakilt be, stb. Stb. Érted? Miért? Mert neki is rendben volt a lelke. Bár ugye sokkal jobban bírta volna a kiképzést, hogyha nem tört volna el a lába. Ugye azt tudjátok, hogy a legtöbb öreget a comnyaktörés az el is viszi. Így van. Szóval a lényeg, hogy ugye én olyan dologgal foglalkozok, és ezt javaslom másoknak is, hogy olyan dologgal foglalkozzon, ami, mondhatjuk azt, hogy lélekgyógyítók vagyunk, érted? Meggyógyítjuk az emberek lelkét. De ugye sok ember azt gondolja, hogy az ő lelke nem beteg. Aha, ha van bármi problémád az életedben, akkor a lelked által lett elérve, hogy neked legyen egy problémád. Tehát a lelked hívta fel a figyelmet arra, hogy változtatnod kellene a probléma által, mutatja a lélek, hogy másként kellene működnöd valamilyen területen, abból, hogy hol jelentkezett a probléma, pontosan tudni, hogy mind kellene változtatni az egyén életében. És maga a lélek, mivel az ember nem hallgat a saját lelkére, a legtöbb ember, így jelez a lélek, hogy mit kellene másként csinálni az adott személynek. És ugye a léleknek a
idézőjelben gyógyítása nem azt jelenti, hogy van benned egy beteg lélek, mert a lélek az nem tud beteg lenni. A lélek az max szomorú tud lenni. Érted? De a léleknek nem az a dolga itt a Földön, hogy szomorú legyen, hanem a léleknek az lenne a dolga, hogy fejlődjön. Érted? Mindenkinek a lelke. És ha az egyén nem fejlődik, vagy nem úgy éli az életét, ahogy kellene élnie, ahogy vállalta leszületése előtt, ha nem úgy éli az életét az egyén, akkor a lélek szomorú. És ezt látni sok emberben, hogy a lélek szomorú, mert nem jó hangulatúak az emberek. Tehát ha egy ember jó hangulatú, akkor a lelke sem szomorú, hanem jó hangulatú. És maga az, hogy a lélek az szomorú, és amikor az ember foglalkozik az emberekkel, és az emberek jobb állapotba kerülnek azáltal, hogy vagy megoldják a problémájukat, vagy megelőzik a problémájukat, akkor a lélek az esélyt kapott arra, hogy arra felé haladjon maga az egyén, amit bevállalt leszületése előtt. Mert mindenkinek van egy bevállalása, minden embernek, mert minden emberben van lélek, van egy bevállalása annak a léleknek, hogy mit kell fejlődnie a te saját életedben. És ha nem azon az úton vagy, mint amit a lelked bevállalt, akkor a lélek szomorú és úgy jelzi. Tehát a lélek betegsége az a rossz rezgés. Oké? Az alacsony rezgés. Tehát maga a lélek az nem tud beteg lenni, az nem fog tüneteket generálni, az azt fogja csinálni, tehát nem úgy lesz, mint egy test, mikor beteg, hogy tünetet generál. A lélek azt csinálja, hogy egyszerűen alacsonyabb a rezgése. És minél alacsonyabb a rezgése a léleknek, ugye annál inkább azt látod, hogy az egyén az rossz állapotú. De én a hangulatára gondolok, mint rossz állapot, és még ennek a következményeiről ugye nem is beszéltem semmit. Tehát amikor egy lélek beteg, akkor igazából csak annyi a betegsége, hogy alacsony a rezgése. Oké? És az a baj, amikor a léleknek alacsony a rezgése, hogy sokkal könnyebben befolyásolható, mint ha magas a rezgése. Sőt, ha kellően magas, akkor gyakorlatilag nem befolyásolható. Na most miért fontos az, hogy a lélek befolyásolható? Mert ha elérik az embereknél, hogy a testük rosszul érezze magát, tehát mitől érzi a test rosszul magát? Hogyha hiányzik valami. Hát hiányzik. Tehát hiány lép föl. Oké? Tehát bármi, ami szeretnél, de nem tudod megkapni. Hiány van. Ezáltal ugye a test leromlik, és a testben van a lélek, nyilván ez kölcsön hatásban van egymással a kettő, és ezáltal a léleknek a rezgése is lemegy, nem azonnal, mert a lélek, a lelked az tudja, hogy mit kellene tenni,
honnan, nem azért, hogy van tudása, hanem meg tudja kapni a tudást. Kitől, mitől? Egy magasabb létformától tudja megkapni. Úgy hívom én ezt, hogy az Istenemtől, te is az Istenettől meg tudod kapni, a lelked meg tudja kapni az információt, hogy megold a problémádat, csak nem tudod venni ezt az információt, vagy nem is akarod venni, de sok ember nem is akarja venni. És ezáltal ugye mi történik? Gondold végig, mit csinál egy ember, amikor van tudása, és mondjuk, tudom én, van egy közvetlen hozzátartozója, és a közvetlen hozzátartozónak van valami nagy problémája, és neked mondjuk te vagy az a személy, akinek van tudása, és van egy közvetlen hozzátartozód, akinek van nagy problémája. És mi történik akkor, hogyha egyszerűen a közvetlen hozzátartozód nem akar rád hallgatni? Mi fog történni a legtöbb emberrel? Elszomorodik. Világos? Ezt csinálja pontosan a lélek. Amikor a test nem hallgat a lélekre, akkor a lélek az elszomorodik, lemegy a rezgése. Oké? És ha ez gyakran előfordul, jó sűrűn, akkor az a lélek az alacsony rezgésűvé válik. És abban a pillanatban, amint alacsony rezgésűvé válik, főleg tartósan, akkor vannak itt olyan energiák, itt a bolygónkon, de inkább azt mondanám, hogy entitások, akik pályáznak az ilyen lelkekre. Hogy értjük azt, hogy pályáznak? Meg akarják szerezni. Oké? Ez azt jelenti, hogy megpróbálják megvenni. És itt úgy mindig az a kérdés, hogy egy lelket sikerül-e megvenni, hogy az illető mennyire ragaszkodik az anyaghoz, és mennyire gondolja azt, hogy az anyag nyújtja számára a boldogulást. Mert minél jobban ezt gondolja az ember, annál könnyebb dolguk van az entitásoknak. Ugyanis akkor az ember azt gondolja, hogy hát az anyag nyújtja boldogulást, akkor adunk neked anyagot, mondják ezek az entitások. De ennek az a feltétele, hogy ezt meg, ezt meg, ezt meg, ezt meg, ezt megteszed. És az illető megteszi, meg is nézed. Te látsz sok olyan embert, aki gazdag és etikus. Hát én még most hirtelen emlékezni kéne valaki olyanra, aki gazdag és etikus, nem jutna eszembe egy se. Érted? Ami azt jelenti, hogy etikátlanságra késztetik őket, de a lélek ettől sír, mert a lélek az jónak teremtődött, és mindenki jónak született. Ami azt jelenti, hogy még inkább leviszi a rezgését a léleknek az etikátlanság. És akkor még könnyebb dolguk van ezeknek az entitásoknak abban, hogy még jobban befolyásolják azt a lelket. Miért csinálják ezt? Mert egy faj úgy tud szaporodni, értelmes fajról van szó, hogyha rendelkezésre áll neki, rendelkezésre állnak neki lelkek. Érted? Ha nincs lélek, nincs szaporulat. Világos ez? Tehát, hogyha
ha fentiek nem küldenének ide lelkeket, akkor az emberiség nem szaporodna. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy minden faj a értelmes faj a világegyetemben akkor tud szaporodni, ha rendelkezésre áll plusz és plusz és plusz lélek. Mert egyetlen egy lény van a világegyetemben, amely tud lelket teremteni, de az is csak magából, az a teremtő. És egyetlen teremtettje sem tud lelket teremteni. Anyagot tudnak teremteni a lelkek, de lelket nem tudnak teremteni. Ezáltal, mivel másfél millió éve nincs lélekteremtés, nem tudom, figyelitek ezt a másfél millió éveket, hogy ugyanarról az időszakról beszélek, mivel másfél millió éve nincs lélekteremtés, ezért a világegyetemben x milliárd lélek van, nagyon sok milliárd lélek, ennyi van és kész. Ebből lehet gazdálkodni. Ezért, ha egy faj szaporodni akar, akkor vagy a meglévő készletéből szaporodik, lélek készletéből, vagy elrabol más fajtól lelkeket. Világos ez? És itt a Földön egy ilyen helyzetben vagyunk, hogy van egy olyan faj, amely úgy akar szaporodni, kevesen vannak hozzánk képest emberekhez, úgy akar szaporodni, hogy az emberektől el akarja lopni a lelket. Oké? Hát nyilván addig, míg él, hát addig csak félig meddig van elrabolva egy lélek, mert ugye mikor meghalt az egyén, akkor van a kulcskérdés, hogy mi lesz a lelkével. Hogy vajon megmarad-e annál a fajnál, amit most még ugye emberiségnek hívnak, de ugye ez az emberiség, ez olyan, minthogyha van mondjuk egy ország, érted? És annak vannak megyéi, és annak vannak falvai. És maga a faj az olyan, mintha egy falu közösségét néznénk, érted? Ami azt jelenti, hogy mi része vagyunk egy nagyobb egységnek, mi emberiség része vagyunk egy nagyobb egységnek, de nem annak az egységnek, amely el akarja rabolni az emberek lelkét. Tehát ez olyan, minthogy az a falu része annak a megyének, érted? Az a megye része annak az országnak, oké? Tehát így képzeljétek el, és de az a falu nem része mondjuk egy másik megyének, vagy egy másik országnak, és ugye nem tudom, láttatok-e már olyat a történelemben, hogy egy falut el akartak rabolni egy másik ország népei, nem? Magukhoz akarták kötni. Na, ehhez hasonlítsátok egy kicsit, ugye magát az emberiséget, mintha egy falu lennénk, amely egy megyének a része, hogy oké, tehát a fentiek része vagyunk, de semmi közünk azokhoz, akik meg akarják szerezni az emberek lelkét. És most egy olyan világot élünk, ahol ugye két dolog alakul. Az egyik az, hogy romlik az emberek rezgése, és ezáltal ugye egyre anyagiasabbak az emberek. A másik, akik elkezdtek gondolkodni, és azt mondják, hogy hát ha romlik az anyaggal kapcsolatos kilátás, akkor hát nem az anyag az út, hanem a szellemiség.
Ami azt jelenti, hogyha az ember tudja azt, hogy a szellemiségével képes teremteni, akkor miért kell az anyagért küzdeni? Jó kérdés, nem? Márpedig minden értelmes lény, amelyben lélek van, tehát minden lélek, ha van tudása, akkor képes teremteni. Érted? És ugye itt nem csak az anyag teremtéséről szól a dolog, mert egy gondolatot, ha létrehozol, az is teremtés. Érted? És ha a gondolatot tovább viszed, és hozzáteszel még további gondolatot, akár az a gondolatsorozat létre tud hozni anyagot. Érted? Ugye én foglalkoztam anyaggal, javítottam az anyagot, sokkal jobb a lélekkel foglalkozni. Nem lehet összehasonlítani a kettőt. Érted? Tehát amikor az emberek többségével beszélek, mikor valami megoldásra van szükségük, akkor nem az anyaggal beszélek, hanem a lélekkel. Érted? Ami azt jelenti, hogy ha a lélekkel kommunikál az ember, akkor a lélek az képes arra, hogy teremtsen, és megújulva egyre nagyobb frekvencián rezegjen, tehát egyre jobb és jobb hangulatot érjen el. Tehát lényeg az, hogy lehet gondolkodni azon, hogy mit kéne az életedbe csinálni, hogy mondjuk ne kelljen kikapcsolódnod, de én tudod, mit tapasztaltam meg? Az az egyetlen dolog, amiből én nem akarok kikapcsolódni, és mindig az az első, hogy mondjuk ha tudom, hogy valakin tudok segíteni, mert tudom, hogy fogja azt csinálni, amit mondok, akkor inkább segítek abban, hogy mit csináljon. Érted? De az embernek természetesen vannak olyan dolgai, amit meg kell csinálni, mert hát vannak kötelességei, hát enni is kell az embernek, inni is kell, szükségleteit ugye el kell végezni, akkor pihenni is kell ugye a testnek, stb. Stb. Tehát ez nem működik a nap 24 órájában, de mégis a legjobb dolog, amit az életemben csinálhatok, az az, amikor olyan tanácsokat tudok adni az embereknek, hogy hogyan jussanak el A-ból B-be. Érted? És az A-ban vannak, és a B-ben szeretnének lenni, és hogyan jussanak oda. Érted? Na most ugye, mivel minden embernek más és más problémája van, ezért ugye nem lehet általánosan ugyanarról a dologról beszélni, mondjuk a képzésekben. De lehet ugye olyan dologról beszélni, amit esetleg a legtöbb embert érinti. Jó? Tehát most gondold végig, itt vagyok én, megkaptam azt az ukázt a fentiektől, hogy vigyük be az emberiséget az aranykorba. Ez nem most történt, hanem már jó ideje. Ja, nem kapcsoltam be, mondom, miért nem megy? Oké. Jó. Tehát be kell vinni az aranykorba 2030-t. Egyedül nem tudom megcsinálni. Sok olyan emberre van szükségem,
nem nekem, a bolygónak van sok, az emberiségnek van sok emberre szüksége, aki képes arra, hogy tanácsokat adjon embereknek, érted? Ha van valami gondjuk, bajuk, akkor képesek legyenek arra, hogy itt vagy A-ba, látod, itt van a B, oda el lehetne jutni, így tudsz eljutni B-be, érted? És a mai világban az, hogy az emberek lássák a megoldást, lássák a jövőt, lássák a kiutat, hát én úgy látom, hogy ez egy elég fontos dolog, nem? Tehát gondolkozz el azon, hogy mit csinálsz, ne válts azonnal. Én mindig úgy csináltam, mint az imént említettem, hogy valamit csináltam, és mellette kezdtem el. Jó, az azt jelentette mindig, hogy a szabadidőm kevesebb lett. De kit érdekel, hogy a szabadidőm kevesebb lett, ha olyan dolgot csináltam, amit élveztem? Érted? Mert ugye a legtöbb embernek az a problémája, hogy azért nem kezd bele más dologba, mert az a szabad idejének a rovására menne. De én kérdezem tőled azt, hogy mi az értelme a szabadidődnek? Hány embert teszel a szabadidőddel jobbá? Hm? Csak úgy kérdezem. Jó kérdés, nem? Hány ember javát szolgálod a szabadidőddel? És akkor mondhatnád azt, hogy hú, hát csomó pénzt elkötöttem, és akkor hány vállalkozásnak segítettem, hogy jobban menjen. Nem éppen erre gondoltam. Oké. Tehát a szabadidő az egy önérdek. Rengeteg. Tehát onnantól, 96-tól rengeteg szer voltunk nyaralni például, de abból ugye évente egy volt családi, az összes többi az mind olyan, hogy PPH-s vezetőkkel, és mindig, amikor PPH-s vezetőkkel voltam, mindig tanítottam. Mindig. Tehát ha lehetőség volt, már pedig mindig volt lehetőség, mindig tanítottam. Ami nyilván régebben mást, mint mostanában, de mindig tanítottam. Miért? Hát mert eleve azért mentem olyan emberekkel, akik hasonló témában gondolkodnak, tehát hasonló a, tehát közös a kommunikációnk, inkább úgy mondanám. És ha az embernek közös a kommunikációja, akkor jól érzik magukat egymással. És hát ha már közös a kommunikáció, akkor ugye az embereknek mindig voltak kérdéseik. Nekem meg válaszaim. Ami azt jelenti, hogy mindig tudtak egy csomót olyan dolgot tanulni az emberek, mikor együtt voltunk, amit, hát amit egyébként nem sikerült volna, mert nem lett volna rá idő megérkezés. És akkor ráadásul képzeljétek el, amikor mondjuk valakinek van valami kérdése, közben mások is hallják a választ, mint például a klubban. Ugye itt csinálunk klubot. Hallják a választ, és a többiek is, akik hallgatják csak, tanulnak abból a válaszból. És az azt jelenti, hogy nem csak egy ember javát sikerült szolgálni azzal, hogy az ember a kérdésre válaszolt, hanem mások javát is, akik esetleg éppen nincsenek benne abban a helyzetben, de honnan tudni azt, hogy mondjuk két nap múlva éppen nem küldenek neki a fentiek
pont azért egy olyan embert, mert már tudja a választ, hogy megkeresik ugyanavval a gonddal, és azt mondja, jaj, de jó, hát én erre már tudom a választ, hogy mit kell válaszolni. Érted? Tehát életemben sok mindent csináltam. Tehát egy olyan ember vagyok, amely a fizikai munkától sem hátrál meg, és ugye igazából mondhatjuk azt, hogy én képes voltam arra, hogy a házunkat mondjuk úgy, hogy kőműves nélkül fölépítsem, úgyhogy nem tanultam, érted? Annyi kőműves volt, hogy mit tudom, jött vakolni, na azt nem vállaltam be, na az én vakolásom az ilyen lett volna. Jó, tehát lényeg az, hogy ennyi volt. A villanyszereléstől kezdve mindent meg tudtam csinálni, úgyhogy nem tanultam ezeket. Tehát eléggé olyan ember vagyok, aki a fizikai valóságban sem elveszett. És lényeg az, hogy, annak ellenére, hogy ilyen vagyok, és ja, ezt azért mondom, mert hogy sok mindent csináltam életemben, tehát sok mindent. Tehát sok, általában több dolgot csináltam úgy minden együtt, mint a legtöbb mondjuk férfi. És, mégis azt tudom mondani, amivel a leginkább érdemes foglalkozni az életben, az az emberek. És, de nem mindegy, hogy mi miatt, hanem amiatt, hogyha valakinek van valamilyen olyan kérdése, amit szeretne megoldani, akkor én tudok neki olyan választ adni, amivel meg tudja azt a dolgot oldani. Érted? És esetleg azért, mert nem tapasztaltam meg, személyesen, az nem gond, mert hiszen rengeteg emberrel működtem már együtt, akiknek a tapasztalatára én kíváncsi voltam, és ezáltal ugye megtudtam, hogy mi a válasz. De ha azon túlment az a kérdés, hogy még azok a közvetett tapasztalatok sem lennének, akkor pedig kapok fentről olyan választ a teremtőmtől, ami abban a helyzetben megoldás. Na most ugye szokták megkérdezni az emberek, hogy vajon ők fognak-e olyan választ? Tehát, hogy olyan képességet kapni, hogy képesek legyenek olyan kommunikációra, hogyha van egy olyan kérdés, amire nem tudnak válaszolni, ami az élet és az ember működésével kapcsolatos. Tehát nem olyan, amit a lexikonban meg lehet nézni, nyilvánvaló. Tehát ami az élet és az ember működésével kapcsolatos, vajon ő fog-e úgy működni, hogy, ő is megkapja a választ a fentiektől? Akkor mindig azt szoktam kérdezni, hogy hát egy kérdés van, hogy akarsz-e csapatot vagy nem? Ha akarsz és lesz csapatod, akkor megkapod ezt a képességet. Ha nem lesz, mert nem akarsz csapatot, akkor nem lesz ilyen képességet. Világos voltam? Tehát én is akkor kaptam ezt a képességet, mikor már volt csapatom. Világos ez? És akkor kaptam ezt a képességet, amikor a csapatom tagjai hozzám fordultak kérdéssel. Erről, arról, amarról, életember működéséről. Oké? Tehát ha te úgy akarsz ilyen képességet, hogy nincs csapatod és nem is akarsz csapatot, saját csapatod, hát akkor nem fogsz kapni ilyen képességet. És akkor van még egy dolog, hogy ezt a képességet az ember megkapja, hogy vajon mennyire fontos az életedben az etika. Tehát én ismerek olyan embereket, akik látszólag etikusak, de csak látszólag. Közben igazából nem. De ugye az etikusság az nem azt jelenti, hogy látszólag etikus valaki, hanem etikusan is él.
Oké? Mert a magas rezgésű lényeknél elvárás az etikusság. Tehát a fentiek az magas rezgésűek és etikusak. És tőlünk is elvárják, hogy magas rezgésűek legyünk, és etikusak legyünk. Hát ezért jöttünk le, hogy kipróbáljuk ezeket a dolgokat. Meg megcsináljuk természetesen. És itt vagyunk mi emberek, ahol van egy szabad akaratunk, ahol mi választjuk ki, hogy erre menjünk, vagy erre menjünk, etikusak legyünk, vagy nem. Hozzunk-e létre saját csapatot, vagy nem. Kiválasztódjunk-e, vagy sem. Oké? Tehát az ember a cselekedetei alapján választódik ki, nem a születése alapján. Oké? A cselekedetei alapján. Tehát ugye egy kérdés van, hogy te kiválasztodsz, vagy nem? Hozzájárulsz-e ahhoz, hogy aranykor legyen ezen a bolygón, vagy nem járulsz hozzá? Nyilván az is egy hozzájárulás, hogyha fejlődsz, tanulsz, fejlődsz. De nem az a kulcs, hanem vajon hány embert segítesz ahhoz, hogy bekerüljön az aranykorba? Ez a kulcs! Érted? Hogy hány embert segítesz ahhoz, hogy bekerüljön az aranykorba? Ez a kulcskérdés. Nem más. Mert ez a legnagyobb feladat itt a bolygón, ami az emberiség végkorszakában. Az emberiség végkorszakát éljük, és ebben a végkorszakban ez a legnagyobb feladat, hogy minél több ember kerüljön be az aranykorba. És ahhoz, hogy minél több ember kerüljön be az aranykorba, sok, és nagyon sok olyan emberre van szükség, akik tesznek azért, hogy minél több ember kerüljön be az aranykorba. Tehát ezt úgy értsétek, hogy gyakorlatilag egy ember átlagosan 25 embert visz magával. Oké? Ha teszi a dolgát. Jó, az nem azt jelenti, hogy mindenki 25-öt, van aki kevesebbet, van aki többet, érted? Mondom átlagosan. Oké? Tehát átlagosan. Tehát nem a 24 fogja vinni a többséget, hanem az 1 fogja vinni a 25-öt, érted? Jó? Tehát itt van egy fantasztikus dolog, amivel életemben, ugye a legnagyobb dolog, amivel az életemben találkoztam, egy korszakalkotó dolog. Volt olyan, hogy kőkor, emlékeztek, tanultuk a történelemben, kőkorszak. Volt olyan, hogy ókor, nem? Lehet őskornak is mondani ugye a kőkorszakot. Volt olyan, hogy középkor, nem? Volt olyan, hogy újkor. A legújabb kor, mint kiderült, nem lett. Mert ugye azt mondták, a legújabb kor az 1917-től van. Kamu volt az egész. Nem lett legújabb kor, tehát még az újkorban vagyunk. De ezt tudod, hogy ez az újkor, ez gyakorlatilag a vaskor része. Nem tudom, tudod-e. És nem tudom, tudod-e, hogy az emberiség az úgy változott itt az évezredek során, illetve mondjuk azt, hogy az évtizedek során, hogy volt? Azt mondja, hogy bronzkor, ezüstkor, nem. Hogy volt? Ezüstkor, bronzkor, vaskor, így van, a vaskor után aranykor.
És akkor utána az aranykor után megint jött az ezüstkor, bronzkor, vaskor, és utána megint az aranykor. Tehát most a vaskorban vagyunk, a vaskorból nincs más út, csak az aranykor. Mindig ez volt az emberiség életében, ami azt jelenti, hogy amikor aranykorba kerültek az emberek, ez vagy a bolygóra vonatkozott, vagy mondjuk egy népre vonatkozott, akkor fogták, és azok itt hagyták a bolygót. Tehát azok felemelkedtek. Oké? Ami azt jelenti a felemelkedés, hogy fogják, fogták és elszállították őket testükkel együtt. Oké? Tehát nem hagyták itt a testüket, tehát nem haltak meg. Így hagyták el a bolygót például az asztékok, meg az inkák. Oké? És nem csak ők, hanem sok egyéb nép. Ami azt jelenti, hogy elvitték őket mondjuk egy éjszaka alatt. Oké? De most egy kicsit nagyobb a tét, mert volt egy másfél millió éves kísérlet, és ez a másfél millió éves kísérlet ez lejárt 2012. december 22-ével. És a másfél millió éves kísérlet arról szólt, hogy az emberek tömeg, illetve a lelkek tömegénél érjék el azt, hogy képesek legyenek különbséget tenni a jó és a rossz különböző fokozatai között, és véletlenül se akarjanak rosszakká válni. Tehát, hogy nehogy bekerüljenek például egy olyan fejlődési ívbe, mint amit megéltek a fentiek, angyalként vagy istenként, például Lucifer korszakában, ha emlékeztek. Ugye, ami azt jelenti, hogy ott ők nem voltak emberek sose, embertestben sose voltak, és isteni lényként jutottak arra a fejlődési szakaszra, hogy alacsony rezgésűekké váltak. Hogy ez többször ne forduljon elő, másfél millió évvel elindítottak egy kísérletet, a kísérlet pedig arról szól, hogy a lelkek tömegét viszik be egy olyan helyzetbe, ahol sokkal több eseményt megélnek, mint odafönt, sokkal rövidebb idő alatt, és ezáltal meg kell tanulniuk az életeik során azt, hogy különbséget tudjanak tenni egy élet során, az utolsó életük során. Mi az utolsó? Nem a lélek utolsó élet, hanem emberi test utolsó élete során különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között, és véletlenül se akarjanak rosszak lenni, és rosszat tenni. Tehát hogy képesek legyenek mindig a legnagyobb jó érdekében cselekedni. Okay? Ha ez a legnagyobb jó éppen rombolást igényel, akkor rombolni. Világos ez? De akkor is a rombolás is a legnagyobb jó érdekében történjen. Világos? Na most, mivel odafönt nem volt kontrollált a lelkek fejlődése, ezért kellett olyan hely a világegyetemben, két ilyen hely, ahol a lelkek fejlődését lehetett kontrollálni, illetve lehet kontrollálni, és a lelkek nem tudják otthagyni azt a bázist, amiben vannak, az egyik ilyen bázis a Föld. Oké? És ez azt jelenti, hogyha egy lélek nem tanulja meg azt, hogy a legutolsó életében, a legutolsó élete az az, amit választ, ha most választod a legutolsó emberi életet, akkor ez, ha nem, akkor mit tudom én, hány emberi életed lesz még, csak már nem ezen a bolygón. Szóval a lényeg az, hogy az emberek azok
nem tudják, hogy nekik ez a küldetésük, de tudták akkor, mikor lélekként a két létközi állapotban volt, az előző élet és a mostani élet között. Ami azt jelenti, hogy pontosan tudta mindenki, hogy miért születik le, és pontosan tudta, hogy azért születik le minden ember, hogy ebben az életében, inkább úgy mondanám, hogy a következő életében, mert ugye ez egy létközi állapot volt, a következő életében neki el kellene tudni azt érni, hogy a legnagyobb jó érdekében cselekedjen. Érted? És ha ezt nem tudja elérni a lélek a következő életében, akkor megint elhatározza a következő létközi állapotban, hogy a következő életem az lesz, hogy megtanuljak a legnagyobb jó érdekében cselekedni. Ha ezt megint nem tudja csinálni, na ez a reinkarnációs sorozat. Világos ez? És addig-addig születsz újra, ameddig nem tanulod meg az utolsó életedben, emberi életedben, hogy hogy kell úgy működni, hogy a legnagyobb jó érdekében. Ami azt jelenti, hogy az etika feltétlen betartása. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, gyertek tanulni, nézz utána a weboldalunkon, hogy hol tudsz tanulónká válni, segítünk abban, hogy minden olyan tudást megkapja, ami az életed boldog életedhez szükséges. Szeretlek benneteket, sziasztok!